Start! Start, elindult a nap második futama, ez UKS, ez belgrádi, egy hosszú távú verseny, és a favorit Elliot nagyon-nagyon jól kezd, nagyon gyorsan kezd, és elmegy vezetni még hozzá remek tempóban. Mögött a másik szerbesélyes Cash Royal is ott üget már a frontban, Arzen Lupénnel is ugyanez a helyzet, a folytatásban pedig Adamo Fling és Aslak Princess, a két legesélyesebb magyarló következik, de Equilán is viszonylag közel van, Ugri King csúszik vissza a sor végére, illetve a redikes apaságú Ecuadorról Blan, aki elég lassan tudott csak oda menni az autó mögé, most viszont már abszolút bele tudott lendülni. Jelnice van ott egészen kívül harmadik spúrban. Amikor a mezőny a túloldalra fordul, akkor Elliotnak most már azért minimális az előnye, sőt ez az előny el is fogy, hiszen Petrovicsal Arzen Lupin tovább gyorsít, és a túloldal közepéhez közeledve már egyértelműen vezet. Elég változatos a verseny, zongorista galoppozik egy kicsit a közép mezőnyben, ezáltal azért ront a pozícián. Folyamatosan változik a helyzet a frontban, jön Equilán tízessel, jön mögöttük Ecuadorban, nagyon-nagyon lüktet a futam, és még sokkal hátra 1800 méter. 1800 méter van hátra a versenyből, és aki ére kerül, megpróbálja lassítani a tempót, a mögötte versenyző lova közül pedig mindig valaki fokozná az iramot, gyorsítani, így aztán a vezető lovat bekostolják. Igencsak változatos az iram. Hát kinek fog ez kedvezni? Egy újabb támadás, most hetessel. Aslak Princess az, aki Fejsz és Kittivel próbálja fokozni az iramot, és fölmegy Arzen Lupin mellé. Tehát a 9-es számoló egészen eddig vezetett, és most már Aslak Princess veszheti át majd a vezetés, bár a falat nem tudja elvenni, miközben a vezető lovak között az, mögött az az Elliot, aki a start után vezetett, de aztán gyorsan átadta a vezető pozíciót. Velkomas itt vendéghajtóként szerepel ebben a futamban, Ken Legacy-t hajtja, ott a második, harmadik, kettesokat külső tagjaként, mellette pedig Adamo Fling magyar színekben versenyez vezéremesével egy körrel a vége előtt. Tulajdonképpen két ló, Zselnice és Ugri King kivételével még bármi előfordul, hiszen 15-20 méteren belül együtt versenyez az egész mezőny. Amikor az utolsó ezerre fordulnak belül, még mindig Arzen Lupin, mellette pedig ott van Aslak Princess, a folytatásban Cash Royal és Elliot, a két favoritja a futamnak, a harmadik, negyedik helyen, majd jön Adamo Fling mellé Equilán próbál felzárkózni, zongorista vissza tudott jönni hibája után a versenybe, Ken Legacy is egyelőre még abszolút lőtávolon belül van, viszont Ecuadorban most már visszacsúszik az élboly végére. Amikor a túloldalra fordul a mezőny, kezd egy kicsit szétesni a társaság, egyre jobban nyúlik meg, főleg a front, és egyre nagyobb a távolság most már mondjuk az első és a hatodik, hetedik helyezett között. Arzen Lupin még mindig elő van Aslak Princesszel szemben, Elliot kívülről a harmadik spurban próbálja őket támadni, Kesroája is közel van, és egyelőre Adamo Fling, illetve Ken Legacy helyzete is reményteljes. Az utolsó 500 méteren belül vagyunk, már hárman szinte teljesen együtt vannak. Arzen Lupin egyelőre jól tartja magát a falon, de vannak nála gyorsabb ügetők, akik a kanyar közepén most már át fogják tudni venni a vezetést. Vezet Aslak Princess, de őt is támadja Elliot, a legnagyobb favorit, és nagyon jól jön Velkomas itt kezében, Ken Legacy újriási lendülettel, Cash Royal eddig csak a saját versenyt futott, a szélárnyékban versenyzett, ő is kellemes meglepetést okozhat, illetve jól futhat, mint favorit egyike. Arzen Lupin, aki sokáig vezetett, most már hibázik. Elliot és Ken Legacy, ők ketten csatázhattak a győzelemért, Elliot már rendülete is megtörni látszik, és Velkomas itt vendéghajtóként Ken Legacy-t hozza be győzteste. Ken Legacy, Elliot és Cash Royal. Ez az első háromló sorrendje, tehát szerb lovak a dobogón.